Ez a Híradó 8 órakor az M1-en, Kontra György vagyok, jó reggelt kívánok! Terrortámadás sorozatra készült Magyarországon egy magát iszlamistának valló 21 éves magyar egyetemista. Robbantani akart egy nagy rendezvényen, és azt is tervezte, hogy egy járművel a tömegbe hajt. Már a támadások helyszínével kapcsolatban is voltak elképzelései. A gyanúsított Kecskeméten lakott, normális családban nőtt fel, de áttért az iszlám hitre. Felesküdött az iszlám államra, mártírként szeretett volna meghalni egy pusztító terrortámadás végén. A TEK fogta el. Páncélautót és drónokat is bevetett a terrorelhárítási központ kedden Kecskeméten a robbantásra készülő, magyar állampolgárságú, magát iszlamistának nevező férfi elfogásakor. A TEK azután döntött az akció megindításáról, hogy a férfi magyarországi terrorista merényletek elkövetését jelentette be egy, az iszlám államhoz köthető internetes oldalon. A művelet idejére az egész környéket lezárták, még az ott lakókat sem engedték be. A kommandósok egy esetleges bombacsapda hatástalanítására is felkészültek, ezért egy bombakereső robotot is vittek magukkal. A TEK felderítői hetek óta figyelték a 21 éves egyetemi hallgató internetes tevékenységét. A férfi aktív részvevője volt több internetes iszlamista fórumnak. Ezeken a dzsihadista propaganda mellett terrortámadásra való felkészülésről, az ezekhez szükséges eszközökről, módszerekről és anyagokról cseréltek eszmét. A fiatalember vállalta azt, hogy összeszerelt csőbombát készít el, és Magyarország területén kívánja ezt felhasználni olyan tömegrendezvényen, amely vagy Budapesthez, vagy Magyarország más területéhez köthető. A férfi előkészületeket is tett terve végrehajtására, csőbomba készítésére is alkalmas eszközöket rendelt az interneten. Emellett azt is tervezte, hogy egy járművel a tömegbe hajt. Elhangzanak még a beszélgetésben több alkalommal ramming, tehát ebbe a tömegbe, gépkocsival tömegbe belefutó támadásokról szintén információk. Határozottan állítja, hogy ő egy ilyet szeretne még elkövetni. A két esemény között nem tesz párhuzamot, tehát nem vagy ezt és ezt, hanem mind a kettőről beszél, mind a kettőt szeretné elkövetni. A kitervelt terrortámadásoknak nem volt előre meghatározott időpontja, de a TEK szerint a férfi azokat a közeli hetekben tervezte végrehajtani. Elfogása után a férfit a fővárosi nyomozóügyészségen kihallgatták, majd őrizetbe vették. A gyanú szerint olyan terrorcselekményeket akart végrehajtani Magyarországon, amelyekkel, ahogy az ügyészségi közlemény fogalmaz, megfélemlítheti Európa lakosságát. A fővárosi nyomozó ügyészség a férfit gyanúsítottként hallgatta ki, emberölés többszörösen minősített büntettével, valamint robbanóanyaggal visszaélés büntettével megvalósított terrorcselekmény előkészületének megalapozott gyanúja miatt egyúttal indítványozta a férfi letartóztatását. A bíróság szerda délután elrendelte a férfi letartóztatását. A nyomozó ügyészség a terrorelhárítási központtal együttműködve folytatja az ügy felderítését. Arra a kérdésre is keresik a választ, hogy a férfi beavatott-e mást is a terveibe, vagy kapott-e segítséget valakitől a tervezett terrorakciók végrehajtásához. Mindenképp mártír halált akart halni a magyar terrorista, erről a TEK főigazgatója beszélt az M1 stúdiójában. Hajdú János hozzátette, a férfi felesküdött az iszlám államra és önként vállalta a támadások végrehajtását. A 21 éves egyetemista már korábban felvette a muszlim vallást és annak is a radikálisabb változatát. Magyarország területén voltak neki tervei arra, hogy elkövessem olyan cselekményt, ami nagy áldozattal jár, felhívja a figyelmet, és hát tulajdonképpen furcsa lehet mondani, de ő azt várta ettől, hogy a paradicsomba jut. Tehát azért egy olyan emberről beszélünk, aki az iszlám államra felesküdött. Azért ezt még így nem tudtuk kimondani, de ez a hely, ahol azt hiszem, erről most már beszélhetünk, azért ez egy azért nagyon fontos dolog, mert ebben a pillanatban ő válhat terrorszervezet tagjává. 100 alá csökkent azoknak a koronavírusos betegeknek a száma, akik lélegeztetésre szorulnak a kórházakban. Ilyen tavaly október elején volt utoljára. Egy nap alatt 30 ezeren kapták meg az első oltást, és csak nem 40 ezeren a másodikat. Továbbra is lefelé tart a járvány görbe. Nincs olyan megtorpanás, mint például a briteknél vagy a németeknél. Tapaszt került a karra, és ezzel meg is volt az oltás. Még várni kellett negyed órát, aztán lehetett hazamenni.
Sorra adták be a koronavírus elleni vakcinákat szerdán is a házi orvosi rendelőkben és a kórházakban. Azért döntöttem az oltás mellett elsősorban, mert hiszek a megelőzésben, úgyhogy amint lehetett, akkor azonnal időpontot foglaltam és felvettem az oltást. Akik elkapták a vírust, azok is kérhetik az oltást 2 hónappal a gyógyulás után. A vírusból magából egyetlen a tüdőgyulladás az, ami jelentkezett. Én nem éltem át ezeket a mellékhatásokat, amiket a kórházban lévők átéltek, de láttam, amit láttam, és az nekem bőven elég volt. Folyamatosan nyitva van az online időpontfoglaló. Akinek van érvényes regisztrációja, az tud jelentkezni az oltásra. Nem kell külön SMS értesítésre várni. Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Sputnik is foglalható. Egyes oltópontokon pedig elérhető a Janssen és a Moderna. AstraZeneca-ra most egyelőre nincs lehetőség. A regisztrált 16-18 évesek automatikusan tudnak foglalni Pfizer oltást. Újabb 70 ezer koronavírus elleni vakcinát adtak be egy nap alatt itthon. Több mint 30 ezeren kapták meg az első oltást, és csaknem 39 ezeren a másodikat. Az átoltottság eléri az 53%-ot az uniós 37%-kal szemben. A koronavírus ellen csak az oltással lehet védekezni. Aki nincs beoltva, az védtelen a fertőzéssel szemben. Ezt a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezető főorvosa mondta a Kossuth Rádióban. Szlávik János hozzátette, a társadalmi immunitás eléréséhez még mindig sok embernek kellene beoltatnia magát. A lehetőség megvan rá, hiszen van elegendő vakcina az országban. Aki be van oltva, az óriási valószínűséggel nem fertőződik meg, és óriási valószínűséggel nem adja tovább a fertőzést. És ez rendkívül fontos. Tehát azok, akik be vannak oltva, azoknak nem kell félni az újrafertőződéstől, hiszen ők azért vették fel a második oltást is, és természetesen tudjuk, hogy ezt követően eltelt az a 2-3 hét, amíg ők maximálisan védettek, tehát nekik ettől nem kell félni. Közben 275 új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt, és 13-an haltak meg a járványban. Az aktív fertőzöttek száma 70 ezer alá csökkent. Kórházban 837 beteget ápolnak, közülük 90-en szorulnak gépi lélegeztetésre. Magyarország 300 ezer adag AstraZeneca vakcinát adott kölcsön Szlovéniának. A szállítmány már meg is érkezett Ljubljanába. 40% alatt van a szlovén átoltottság, a magyar jóval 50 fölött. Szijjártó Péter azt mondta, minél sikeresebben védekeznek a szomszédok, annál nagyobb biztonságban van Magyarország is. A szlovén kormányfő megköszönte a segítséget. Ezt a 300 ezer vakcinát majd az év vége felé természetesen vissza fogjuk kapni, de meg tudtuk engedni magunknak ezt a döntést, hiszen Magyarországon van elég oltóanyag ahhoz, hogy be tudjunk oltani mindenkit, aki már regisztrált Magyarországon. Nem csak egészségügyi szempontból, hanem a határon átnyúló kapcsolatok miatt is fontos, hogy a kárpátaljai magyarok is regisztrálhatnak oltásra Magyarországon. Ezt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke mondta. Brenzovics László szerint végre újraélethetnek a rokoni, a gazdasági és a kulturális kapcsolatok. Kárpátalján eddig mindössze 28 ezeren, vagyis a lakosság alig több mint 2%-a kapta meg a vakcinát. Nagyon komoly gesztus a magyar kormánynak az, hogy lehetővé tette a határon túli magyarok számára azt, hogy hozzájutassanak a vakcinákhoz. Kárpátalja ebben is ugye különleges, azonban reméljük azt, hogy az elkövetkező időszakban, időn belül ez az egész dolog el fog kezdődni, mert nekünk, mi számunkra nem csak közegészségügyi szempontból, nem csak az életek megmentése szempontjából fontos, hanem nagyon fontos a kapcsolattartás az anyaország és a határon túli magyar kisebbségek között. 2022-ben is folytatódik a 13. havi nyugdíj visszaépítése. Jövőre már fél havi plusz nyugdíj jár mindenkinek. Erről ezúttal Novák Katalin beszélt. A miniszter megerősítette, hogy a jövő évi költségvetésben is van erre pénz. Jövőre már fél havi nyugdíjat kaphatnak meg a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők. Ez összesen 2,5 millió embert érint majd Magyarországon. Emellett bízunk abban is, hogy jövőre is tudunk nyugdíjprémiumot fizetni, mert majd a gazdaságnak a növekedése lehetővé teszi ezt számunkra.
A Magyarországra akkreditált nagykövetek házastársait látta vendégül a Szentendrei Skanzenban Herceg Anita. A köztársasági elnök felesége 9. alkalommal hívta meg a diplomata feleségeket és férjeket azzal a céllal, hogy megismertesse velük Magyarország szép helyeit. Az idei találkozást a járványhelyzet miatt szervezték szabadtérre. Mindig nagy sikere van ezeknek a kirándulásoknak, ez már azt hiszem a 9., amit szerveztem a nagykövet házastársaknak, hogy megmutassak valami szép arcát Magyarországnak, de idén különösen érezhető volt az, hogy ők is végre kiszabadultak, és nagyon értékelik, hogy újra együtt lehetünk, és együtt szórakozunk egy egész napon át. Újraindult a vasúti közlekedés Sárospatak és Sátoraljaújhely között. Ma hajnalra befejezték a helyreállítást a hétfői baleset helyszínén, így mostantól az eredeti menetrend szerint közlekednek a járatok. Hétfőn este a végállomásra érkezés előtt kamionnal ütközött egy személyvonat. A szerelvény ketté szakadt, egyik kocsija kisiklott, leszakadt a felső vezeték, a sorompó oszlopai kidőltek, emellett a biztosító berendezés, az átjáró és a pálya is megrongálódott. A vonaton 3 utas és 3 szolgálatot teljesítő vasutas tartózkodott. Na, a balesetben a mozdonyvezető súlyosan, a kamion sofőrje könnyebben sérült meg. A baleset idején az átjáróban jól működött a fénysorompó.